Jó estét kívánok, köszöntöm nagy szeretettel a kedves nézőket. Roppant izgalmas, érdekes műsor előtt állunk, annál is inkább, hiszen a műsor elején megismerkedhetnek majd egy fiatal hölgyel, aki egy műtétnek köszönhetően most újra hal. Itt a stúdióban beszélgethetünk majd erről, és el fogja mondani, hogy miért nem használja a halló készülékét, miért vetette alá magát egy műtétnek, amelynek köszönhetően, önök is majd meglátják, tökéletesen hall, és beszélgethetünk majd erről a dologról. Aztán a szívvilágnapi események zajlottak a hétvégén, és van, ahol még zajlanak a megyében. Beszélgetünk majd egy jól sikerült hétvégi programról, melynek folytatása ma és még a holnapi nap is várható majd. És hát itt van a szezon, én azon gondolkodtam, hogy hogy konferáljam fel ezt a történetet, de roppant egyszerű. Egy vers idézetet mondhatnék, itt van az ősz, itt van újra, és egy másikat, ami egy dalból való, Hull a szilva a fáról. Ha összerakjuk ezt a történetet, akkor kiderül, hogy nagyon sokan a nyár során is, meg most is gyűjtik a gyümölcsöt, de nem ételre és nem befőtt főzésre, hogy a székely vízben is van, hogy mi lesz édesapám majd ebből a gyümölcsből. Ugye, hogyha fölépül édesanyád, akkor befőtt, hanem akkor pálinka, ki is mondtam a kulcs szót, tehát ha tehetik, akkor tartsanak velünk, azonnal megkezdjük a beszélgetést. Hiszen itt ül a stúdióban Kopcsándi Jennifer velem. Szervusz, Jennifer! Köszönöm szépen a meghívást! Jó estét! Akiről hát én felkonferáltam, hogy ugye nemrégiben mi találkoztunk is, nagyon nehezen értetted meg, a számról olvastad, hogy miről beszélgetünk. Igen. Most pedig itt vagy, és tökéletesen hallod, amit mondok. Igaz, hogy egy picikét még mindig a számat is figyeled, így is próbálod követni a szöveget, de tökéletes a hallásod. Igen. Kérlek, mutass be nekünk ezt a műtéti eljárást, illetve ezt a lehetőséget, amely bárki számára nyitott, mindazok számára természetesen, akik siketek vagy nagyot hallók. Ez a műtét tavaly október 18-án volt. 4 órás műtétnek köszönhetően kaptam egy kokleáris implantátumot, amit beültettek a koponyámba. És van egy külső készülék is a fejemem, ami igazándiból levehető. Ha most leveszed, bocsáss meg, amikor leveszed, akkor semmit nem hallasz, akkor ugye? Akkor semmit. És egy év alatt most már úgy érzem, hogy abszolút nagyon-nagyon jól hallok, és ez annyira jó, hogy visszakaptam ezt a hallásomat, amit egykor elvesztettem. Annál is inkább, mert te ugye zenemegszállott vagy, tehát nagyon szereted a zenét. Igen. És ezen a területen is szeretnél továbbra is tevékenykedni. Igen, tehát menedzserként majd. Igen. No, ne szaladjunk annyira előre. Neked volt egy hallókészüléked, miért nem azt használod? Igen. Volt egy hallókészülékem méghozzá kettő is. A legelső az egy Virex hallókészülék volt. Szerettem akkoriban, amikor még ez a hallókészülék volt. Később kaptam egy Fonak hallókészüléket, de amióta van implantátumom, azóta abszolút nem használom egyik hallókészüléket sem, hiszen abszolút nem azt a hatást váltják ki az emberből, tehát nem azt hallom, amit egyébként egy implantátummal. Tehát volt egy-két hónapja, betettem a hallókészülékemet, úgyhogy rajtam volt az implantátum is, és azt mondtam, hogy soha többet nem akarom betenni, mert olyan volt az érzés, hogy betettem, sistergett. Egyszerűen, mintha tornaórán csipolnának, és közben magyaráznák, hogy mi a feladat. Jennifer, mondjuk azért el, hogy ugye neked most a bal füled mögött látható, nem látható egész pontosan, mert nem látható. Tehát, hogyha hosszabb lenne a hajad, akkor abszolút nem látnánk, hogy ott van egy vékony kis kábel jön le, amit szintén nem lehet látni, mint egy horgászsinór, abból is egy nagyon vékony. Ez azért van, mert hozzá van kapcsolva a ruhámhoz, hogyha esetleg leverném, akkor... Tehát akkor ez csak egy biztonsági dolog, igen, semmi egyéb más. És a másik füled viszont ezek szerint akkor halló fül? Vagy az is sérült fül? Igen, hallok vele 20% alatt, ami azt jelenti, hogy olyan 80 és 120 decibel közötti a hallásom. Megint csak menjünk vissza a múltba egy picikét, hiszen egy ilyen műtétnek alávetni magát az embernek nem egy egyszerű döntés. De nyilvánvaló, hogy volt az életedben olyan mélypont, amely hát hogy mondjam, csak adott egy lökést, egy impulzust, hogy mégiscsak meghalván valahol egy televíziós műsorban ezt a lehetőséget úgy döntöttél, hogy aláveted magad ennek. Igen. Milyen volt ez a mélypont? Hogy tudnád ezt elmondani nekem?
vagy nekünk? Hát annyira sok bántást kaptam az életben, és nem is csak a bántás, hanem inkább az, hogy nem értettem az embereket, hogy mit mondanak. Mert az, hogy hallom, az csak egy dolog, de ahhoz ugye érteni is kell. Uh-huh. És nagyon nehéz volt így az embereket megérteni, mindig a szájukat figyeltem. Elbújtál? Tessék? Elbújtál előlünk? Igen. Nem mutatkoztál, bezárkoztál? Igen, uh-huh. Igen. Szóval akkor láttál valahol egy ilyen műsort, amelyben igen, arról volt szó. Igen, YouTube-on láttam, uh-huh. És nekem annyira megtetszett, hogy azt mondtam neki, hogy nekem ez kell. Jól döntöttél ezek szerint? Én azt mondom, hogy igen. Akkor, amikor megvolt a műtét, akkor azt mondtam, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. De azóta azt mondtam így magamnak is, és mindenkinek azt mondom, hogy érdemes, mert ez egy csodálatos érzés, hogy visszakaphatom azt, amit egykor elvesztettem. Abszolút, nem látható rajtad semmi külsőleg, hogy valami mesterséges dolognak köszönhesd az egyik érzékszervednek a normális működését, úgyhogy ez egy nagyon nagy boldogság. De hogy működik ez az egész? Hoztál ide különböző berendezéseket, látom a régi fülhallgatóid is itt vannak, igen. És előtted egy mobiltelefon? Vagy... Ez ilyen, inkább egy ilyen kapcsoló készülök, ami össze van kapcsolva az implantátummal. Mind a kettő a távirányító, az egyik nagyobb, a másik kisebb. Igazándiból ugyanaz, csak az egyik kisebb, a másik tehát nagyobb. Tehát magadnak állítod? Igen. Az implantátumot? Igen. És kellene. De nem kell. Nem, hanem én nekem amit beállítanak Pécsen, nekem az tökéletes. Lehet, hogy Pécset volt a műtét, igen. Is, ugye? Ezt igen. Azért elárulhatjuk, miért ne. Mondd csak, hogy fogadnak az emberek ezzel a kis egyszerű berendezéssel a füled mögött? Hát különböző, mindenki máshogy reagál. Amióta megvan az implantátumom, bátran az utcán is oda jönnek hozzám, és megkérdezik, hogy szia, mi ez? Hogy azt olyan nem láttak ilyet még, és nem tudják, hogy mi ez, és akkor akárosan el tudtam mondani, hogy mi ez. És a jeleléssel hogy vagy? Te tanultál jelelést? Vagy? Nem. Az a furcsa, hogy én nem hallássérült emberek között nőttem fel, hanem egy rendes iskolában, ahol természetesen egészséges emberek voltak, vagy vannak. És én mindig is érdekelt a jelölés, azért októberben úgy gondoltam, hogy jelentkezem egy tanfolyamra. Ó, nagyszerű. Hogy legalább el is tudod mutatni azoknak, akik érintettek, hogy igen. Milyen volt maga a műtét, előtte az életed, most hogy változott meg, tényleg hogy változott meg, melyek a jövőbeli terveid. Hát most, és hogy mondjam, ezt üdvözlünk a teljesen épp szervi világában, tehát akik hallanak hát, és mindenképp a média irányában szeretnék tovább haladni. És a zenei menedzserkedés az nagyon-nagyon fontos számomra. Emellett decemberben fogjuk elkezdeni a videóklippem készítését. Ami miről szól? Ami arról szól, hogy a csendről fogok verset mondani, és videóklip formájában fog majd kikerülni az interneten. A verset te írtad? Tessék? A verset te írtad? Édesanyám írta. A halló világomról, amit ő látott, és amit én érzek. Úgyhogy minden benne lett majd. Titkos az, hogyha mondjuk valaki látta ezt a beszélgetést a kedves nézők közül, és mondjuk felhívja holnap a televíziót, mert hogy ma este még többször lemegy ez a beszélgetés, és holnap én nap során is látják majd. Ha minket felhívnak, megadhatjuk a te elérhetőségedet? Persze, természetesen. Tehát tudsz segíteni azoknak, igen, akik igen, esetleg persze. Ugyanígy szeretnének. És sokan felkerestek már egyébként ebben az ügyben, és mindenkinek nagyon szívesen segítettem. Jennifer, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, sok sikert mindahhoz, amit elterveztél, és várunk vissza majd a klippel, mert mi is kíváncsiak vagyunk rá a versre is, és természetesen arra is, hogy te ezt hogy mondod el, és hogy filmesíted meg, hogy öltözteted fel ezt a klippet, úgyhogy decemberben? Igen. Várunk vissza ide, igen. És szívből gratulálok, egy bátor lépés volt ez, de azt gondolom most látva téged, hogy a világot most már nem csak egyszerűen hallod, hanem érzed is, és ez nagyon fontos dolog lehet a te életedben. Gratulálok, jó egészséget neked, és várunk vissza, ahogy mondtam. Mi pedig megyünk tovább, kedves nézők. Aláírták szerződésüket a duális képzésben résztvevő hallgatók, a gyakorlati oktatásukat végző cégekkel. Ettől a tanévtől kezdődően már 3 évfolyamban folyik a gépészmérnök képzés Szombathelyen.
A Szamári Egyetemi Központban szeptember elején megkezdték tanulmányaikat a szombathelyi gépészmérnök képzés újabb évfolyamának a hallgatói. Azért választottam a duális, mert ezt szerintem egy nagy lehetőség mindenki számára, aki egyszerre szeretne szakmai tapasztalatot is, és tanulmányi oktatásban is részt venni. Nagyon örülök neki, hogy felvettek a BPV-hez, mert úgy gondolom, hogy nagy lehetőségek előtt állok. Az idei első év folyamosok már az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói. Ez egy sikertörténet, és hogy a sikertörténet igazából az legyen, ezt önök, hallgatók tudják igazából sikertörténetté tenni. Az új évfolyamba összesen 59 gépészmérnök hallgató nyert felvételt. Közülük 43-on vállalták azt, pontosabban a cégek kiválasztásának eredményeképpen is 43-on kerültek a duális rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy a ma 11 duális partnerünk közül gyakorlatilag mindenki majdnem annyi hallgatót ki tudott választani, amennyit szeretett volna. Ezek a hallgatók az egyetemi tanulmányaik mellett gyakorlati képzésüket a partnervállalatoknál töltik, ahol a tanuláson kívül egyes projektekbe is bekapcsolódhatnak. Gyakorlatot ad, tapasztalatot, használható tudást, amit utána, hogyha kikerülök az egyetemről, elvégzem az egyetemet, azt utána egyből tudom kamatoztatni azt a tudásomat. A legtöbb hallgató idén is a 6 meghatározó szombathelyi nagyvállalatnál fogja tölteni a gyakorlati szemeszterét. Idén 6 hallgatóval bővül a foglalkoztatottak száma a duális gépészmérnök képzésben a vállalaton belül, így most már 3 évfolyam összesen 17 gépészmérnök hallgatóval vagyunk szerződéses viszonyban. Az új hallgatók duális képzése formailag a szerződések ünnepélyes megkötésével kezdődött meg. A hallgatók és a vállalatok képviselői aláírták munkaszerződésüket, amelynek eredményeként a diákok a partnercégeknél szerezhetik meg az elméleti tudáshoz kapcsolódó gyakorlati ismereteket. És már is folytatjuk tovább, minden szeptember utolsó vasárnapja, mint tudják, a Szívvilágnapja. Azt gondolom, hogy az érintettek egész biztos, hogy részt vesznek a programokon, de annak is örülünk, hogyha a megelőzés szempontjából sokan elmennek ezekre az eseményekre, hiszen okos bölcs tanácsokat lehet hallani, hogy miként éljük a hétköznapjainkat, az életünket. Ebben segített az idei esztendőben is kedves vendégünk, Pangó Mária Mira, aki a Mira Orient Art Kulturális és Jóléti Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szervusz, Mira, köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, én is köszöntelek, és a nézőket is. És nem akarom felsorolni az összes többi tevékenységedet, hiszen te rengeteg területen és, rengeteg szakértői területen tevékenykedsz, fejtett ki áldásos munkádat, amit ezúton is köszönünk. Ez a rendezvény sorozat, mondhatom így, hiszen most vasárnap ugye Szombathelyen volt egy kiváló program, erről majd beszélgetünk, hogy miért fontosak ezek a tevékenységi körök, amelyekkel itt is találkozhattak a vendégek. Folytatódott ma Szeldömölkön, és holnap pedig még Sárváron is lesz egy. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen megyei roadshow jellegű szívvilágnapi összefogás. Miért tartott fontosnak, hogy te ezen a területen is segítkezz? Azt gondolom, hogy az egészség az egy érték, és azt tapasztalom, hogy nagyon gyakran az emberek csak akkor kapnak észben, amikor már probléma történt, akkor válik igazán értékké a szemükben. Én azt szeretném elérni, és azok az emberek, akik a környezetemben vannak, hogy ennek elébe menjünk, és már akkor, amikor még semmiféle gondjuk nincs, akkor rá döbbenjenek, rá ébredjenek arra, hogy megelőzéssel sokkal jobb, sokkal hatékonyabb, az életminőséget sokkal jobban tudjuk megélni, mint az, amikor már probléma van. Tehát ezért tartom így fontosnak. Ugye a szív- és érrendszeri megbetegedések, mint halál ok is nagyon előkelő helyen vannak, szerintem az első háromban biztos, hogy ott van. Talán ezért is érdemes, hogy odafigyeljünk arra, hogy hogy kell élnünk, vagy hogy kellene másképp élni a hétköznapjainkat. Amikor ti elterveztétek, hogy ezen a három helyszínen bonyolítotok egy ilyen nagyszerű programot, akkor hogyan kikkel ültél össze, és hogyan terveztétek meg, hogy egy nap, mondjuk 10-kor kezditek, és 17 órakor még van egy rendezvény, tehát egy egész napot felfűzni programokkal, segítőkkel, előadókkal, ez nem egy egyszerű dolog. Miként döntitek el, hogy kiket hívtok meg előadónak, vagy éppen a programokat vezetőknek? Ugye maga a program a nyugati orvoslást támogató alternatív gyógymódokat, programokat igyekszik összefogni. Ennek mentén fűzzük össze. A rendezvény neve Szívhídjai rendezvény.
innen jött, hogy az egészségnek a különböző pilléreit próbáljuk megtalálni, és ezeknek a szakembereit. És akkor így kerül oda, hogy a mozgások, és a mozgásokon belül pedig, mivel maga az alapítvány a keleti tánckultúrához is kapcsolódik, ezért keletről próbáltunk, és akkor így jött például a jóga, és Raja jóga, Etka jóga, Meridian torna. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon népszerűek ezek ám manapság. Tehát egyre elterjedtebb ez a módszer. Egy kicsit talán idegenkedtünk tőle néhány éve, ugye? Én azt gondolom, hogy egyre népszerűbb lesz. A rendezvény látogatottsága is ezt igazolja. Azért azt meg kell mondani, hogy manapság az emberek egy kicsit zárkózottabbak még e tekintetben. Tehát én azt gondolom, amikor már megtörtént a baj, akkor sokkal inkább érdeklődően... Intenzívebbek, ugye? Igen, és keresik az utakat, keresik az utakat. A megelőzésnél azért ez egy kicsit szűkebb, és az, hogy minden nap tegyünk magunkért, és ezt értem úgy, hogy fizikálisan is, tehát hogy tényleg az életmódunkra odafigyelünk, mit eszünk, mit iszunk, mozgunk egyáltalán. Aztán, hogy hogyan vezetjük a napjainkat, tehát hogy hogyan reagálunk az eseményekre, mondják, hogy kerüljük a stresszt. Nem tudjuk elkerülni a stresszt, de azt, hogy én hogyan reagálok egy stresszes helyzetre, az már más. Erre szoktam így példákat is mondani, hogy időben indulunk el reggel, és előttünk lévő autós nem éppen intenzíven halad. Hogyha időben indultam, akkor nem foglalkoztat jó, rendben, a akkor nem foglalk. Ha késéssel indulok, akkor ugyanaz a helyzetre már nem jól reagálok. Tehát az én beállítódásom az, ami nagyon fontos. És az ilyen rendezvényeken e felé igyekszünk terelni a gondolatokat, hogy igenis, hogy kell a minőségi pihenés, kell az, hogy megtalálja az ember azt az időtöltést, azt az elfoglaltságot, ami őt kapcsolja ki, őt teszi alkalmassá arra, hogy megújuljon, hogy új energiái keletkezzenek és egészséges maradjon. Nyilván nekünk is észre kell venni, ugye, hogy toleránsabbak legyünk azzal az emberrel, akin látjuk azt, hogy mondjuk egy picit feszültebb vagy idegesebb, mondok egy nagyon jó példát, nálunk az értekezletről, a munkatársi értekezletekről akad, aki mindig késve érkezik meg. És most már úgy kezdem érteni, hogy amikor szót kap, akkor miért ingerültebb egy kicsikét, tehát le kell őt ültetni, nyugodtan ülj le, nyilván nagy volt a forgalom, ezért késtél el, mert hát útközben volt, aki lassabban haladt, mint te. Szóval figyelj, ezzel csak a vicc kedvéért, de ezzel csak azt akartam mondani, hogy nekünk is oda kell egymásra figyelnünk, ugye? Tehát ezt is meg kell tanulnunk, hogy miként kezeljük a másikba felgyülemlett stressz szituációt. Én azt helyzetet. Gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni a többi embernek azzal, hogy empatikusan fordulunk felé, beleéljük magunkat a helyzetébe, hogy ugyan már mi történhetett útközben. Viszont azt kell mondanom, hogy nagyon jól tudja változtatni az ember a saját, tehát nem a külvilágot kell megváltoztatni, hanem a saját hozzáállásunkat. Én köztudottan régebben egy kicsit később típus voltam, tehát hogy mindenhonnan elmerem mondani, igen, elkéstem, de büszke vagyok arra, hogy ezt sikerült megváltoztatnom, és az ismerősi körömben is feltűnt, hogy jé, te precízen megérkezel, és a többi. Akkor így felfigyeltek rá, hogy nagyon, megváltoztál? Nagyon, igen. Én önvizsgálatot tartottam, ezt is elmondom, és arra a következtetésre jutottam, hogy én az egómat tápláltam azzal, hogy én mindig rohantam ide, én elfoglalt vagyok, én ezt csinálom. Volt rá indok, hogy miért, de azt mondtam, hogy nekem erre nincs is szükségem. Én tisztában vagyok az értékeimmel, és nem kell azt bizonygatnom, hogy én egy elfoglalt ember vagyok. Mennyivel jobb azt bizonygatni, hogy én egy precíz, egy pontos, egy megbízható ember vagyok. És akkor így sikerült ezt tulajdonképpen megváltoztatni. Mondd csak, amikor ezeken az eseményeken, akár a hétvégén, vagy éppen a main, vagy a holnapin, összejönnek emberek, akkor marad tovább a közösség, vagy csak erre az egy napra jönnek el, tanulnak ott dolgokat, ellesnek, hallanak dolgokat, és kész, elmennek haza, vagy mondjuk foglalkoztok azzal, hogy utána őket rendszeresen ellátni jó tanácsokkal, tehát mondjuk találkozni havonta, két hetente, nem tudom, hogy van-e ilyenre példa. Az biztos, hogy azok, akik a te mozgás terápiás, meg mozgásszínházas dolgaidban részt vesznek, ők ott vannak mindig, és ők egyre többen vannak, igen. Azt kell, hogy mondjam. Igen, tehát ők azok, akik találkoznak, tehát akik vagy az edzőprogramokon, vagy pedig a táncprogramokon vesznek részt. Én úgy tudom, hogy egyébként a jogások is találkoznak. Aha. Az, hogy magunk a vezetők, tehát hogy akik ezeket a szakterületeket vezetik, igen, mi keresünk egymás társaságát, és igyekszünk megismerni a másiknak a munkáját, mert ugye
tanulnak, képzik magukat folyamatosan. Új módszereket hoznak innen-onnan, így, ugye? Így van, és ezeket, amikor összegyűjtjük és szintetizáljuk őket, akkor születik belőle egy új dolog. És ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ezek az emberek kapcsolatban maradjanak egymással. Például el tudom azt is mondani, hogy most ezen a vasárnapi napon éppen az etkajogások kértek meg arra, hogy azt a mozgásprogramot, amit egy év alatt kidolgoztam, azt vigyem el hozzájuk, és valamilyen hétvégi programon például tanítsam meg nekik ezeket a... Van időkorlátja? Értem ezt, hogy a korlátja annak, hogy valaki elkezdje mondjuk ezeket a jóga és egyéb ilyen jellegű gyakorlatokat megtanulni és odahaza művelni? Ugye én a jogát annyira nem ismerem, de én azt gondolom, hogy... kijelentettem a jogások nevében, hogy van egy bizonyos szintje a jogának, amit el lehet kezdeni, mert ugyanúgy más sportágakban is, az itt most a szív- és érrendszer egészségéhez visszatérve, mert mi az egészséget ünnepeljük, tehát hogy már a gondolkodásmódunk is abba az irányba hat. Azt gondolom, hogy egy 35 év felett, vagy pedig egy túlsúlyjal rendelkező ember, azért jó, hogyha elmegy és előtte konzultál egy orvossal, hogy milyen rizikótényezői vannak. Ezzel az eredménnyel, vagy az orvosi ajánlattal keres fel egy mozgás szakembert, aki a segítségére van. És itt azt kell megint mondanom, hogy olyan mozgást keressen magának, ami az ő szívéhez közel áll, a habitusához, a lelki állapotához, hogy azt hosszú távon tudja végezni. Annak idején, amikor a Széfigyai létrejött, azzal a céllal jött létre, hogy azért hídak és pillérek, hogy minden településen az emberek, a szakemberek a saját mozgásokat, vagy éppen nem mozgásos, rekreációs tevékenységüket, művészi tevékenységüket mutassák fel az ott élő embereknek, legyen kínálat, amiből tudnak választani az emberek. És találja meg az az ember azt, hogy ő mit tudna hosszú távon művelni, mit tudna végezni, amivel tehet az egészségért. Szóval ez lenne igazából a lényeg, és ezért próbálunk minél több programot bevonni így a Szívvilág napján, hogy minél szélesebb skálát kapjanak az emberek. Mira, nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál, és hogy beszámoltál nekünk ezekről a dolgokról, és hát... Isten áldásával végez továbbra is ezt a feladatot, mert azt gondolom, hogy valamennyiünk örömére teszitek mindezt. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézők, mi pedig megyünk tovább a Rába partjára, invitáljuk Önöket. Csákány Duroszló mellett kialakítanak egy kerékpáros kenus turista központot, több mint 600 millió forintjába kerül majd a táborhely kialakítása. Az elgondolónak egy év múlva esetleg már át is adhatják a helyszínt. Ezen a területen alakítják ki azt a turista centrumot, amely a kerékpáros és a kenus kirándulók központja lehet a térségben. Egy olyan központot alakítunk ki, ahol tudjuk fogadni azokat a turistákat, akik kerékpározni szeretnének, vagy vízre szeretnének szállni a Rábán, és gyakorlatilag innen indulhatnak, ide érkezhetnek. Itt tudunk nekik táborozási lehetőséget biztosítani, mindenféle higiéniai dolgaikat meg tudják itt oldani, és ezen túl pedig az a célunk, hogy egy olyan rendszert is kialakítsunk, hogy a kerékpárokkal ne kelljen ide visszajönni, hanem mindazok, akik itt a környékben kerékpár kölcsönzéssel foglalkoznak, oda-vissza lehessen ezt rendezni, tehát bármelyik ilyen helyszínen a kerékpárokat le lehessen rakni, és nyilván mi akkor vissza fogjuk hozni ide a gépeket, mint ahogy ez különben a kenunk esetében is ugyanígy történik. Az Őrségi Nemzeti Park vagyonkezelésében lévő terület hasznosítására az igazgatóság és a nagymúltú Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület közösen adott be pályázatot. A 611 millió forintos beruházás támogatásáról nemrég döntött a kormány. A természetvédelmére közvetlenül több mint 60 milliárdot fordítunk ezekben az években. Ennek jelentős része a környezeti és energia hatékonysági operatív programban jelenik meg. A természetvédelemben a legfontosabb talán az élőhelyeknek a megőrzése, mert ugyan vannak programok, amelyek a fajokra irányulnak, túzok, a kékvércse, vagy éppen a rákosi vipera, azonban ezen fajoknak a megőrzéséhez az élőhelyeik jó állapota, ideális állapotba való hozása kell, hogy megtörténjen. A cél, hogy minél többen megismerjék az állat- és növényvilágot, ez az irányított turizmus is a természetvédelem része.
Az elképzelések szerint a területen lévő régi épületet lebontják, újat építenek helyette. A szálláshelyként is funkcionáló komplexumot, ha minden a tervek szerint alakul, egy év múlva adják majd át. Kérem tisztelettel, maradt hátra még egy beszélgetés, nagyon kedves, kellemes téma, melynek illata is lehet, ha úgy gondoljuk. Hát ahogy felkonferáltam, itt van az ősz, itt van újra hull a szilva, de nem csak a szilva, hanem minden egyéb gyümölcs a fáról, és mi kérem tisztelettel szorgalmasan összegyűjtjük ezt, egy kis hozzávalóval megspékeljük, és néhány hét alatt, egy hónap alatt, vagy egy bizonyos idő után beérett az a gyümölcs, amelyet aztán elviszünk valahova, ahol kifőzetjük mindezt. Hát nem mindegy, hogy hova visszük ezt a bizonyos anyagot, hiszen vannak olyan kifőzdék, amelyek látványosak, szépek, csúcstechnológiát alkalmaznak, és azt gondolom, hogy érdemes ezeket egy picit közelebbről is megmutatni, és beszélgetni ezekről a helyszínekről, ilyen többek között, ugye a Magyar Molnár, Pálinkaház, szeretettel köszöntöm Magyar Józseft, alapító tulajdonost. Jó estét, szervusz, Jóska! Jó estét, szervusz, Tibor! Tudod, én amikor, mert jártam nálatok, hát szóval ezt felesleges letagadni, bár szakértője nem vagyok a témának, de azt gondolom, hogy nagyon nagy divat ennek a nevűnek a fogyasztása Magyarországon, sőt olyannyira, hogy német vendégeink vannak, és a megbizatásuk az, hogy magyar pálinkát mindenképpen vigyenek haza magukkal. De nektek mondjuk, hogy jutott az eszetekbe, hogy nyittok egy ilyen helyet, és mondjuk a Müller-féle együttes aromatornyos berendezést választjátok. Ugye azt tudni kell, hogy a Müller cég 100 év óta készít ilyen berendezéseket, tehát azért nem mindegy, hogy amikor az ember nekiáll valaminek, akkor kit választ. Egyrészt a német specialitás, precizitás, vagy igen, mi volt, ami igen, miatt igen. Döntöttetek mellettük, de kezdjük talán ott, hogy ti egy családi vállalkozást kezdtetek el. Pontosan így van, ahogy mondod, és nagyon köszönöm ezt a kedves hangú meleg felvezetést, amivel itt köszöntöttél. Egy családi vállalkozásról van szó. A névadó másik Molnár Miklósa, Vőm, aki a nagylányomnak a férje, és így hármasban alkotjuk ezt a vállalkozást. Tehát, hogy lányod is, a lányom szakértője is a van. Témának. Igen, ő a marketing és a pénzügyi vonalon nagyon van helyes. Bent ebben a hölgyeknél a legjobb témában. Helyen a pénz. Igen. És Miklóssal ketten pedig mi a szakmai vonalat visszük. Ebben a tekintetben én azért régebbi múltra nyúlok vissza, nyilván a koromnál fogva is, a szakterületén is. 1979-ben, amikor a mérnöki diplomát én megszereztem, akkor egy olyan munkahelyen kezdtem el dolgozni, ahol több tucatnyi pálinka főzde üzemelt. Ezekkel én nem voltam napi kapcsolatban, de mindig hallottam a híreket, hogy mik történnek. Sokszor találkoztam a főzdésekkel, akik bejöttek az irodákba és hoztak magukkal kóstolót, illet megkóstolni, vélemény nyilvánítani a termékükről. Hát úgy emlékszem vissza akkoriban, ezek nem nagyon ízlettek. Tehát az akkori pálinkák... De jó, hát most már van viszonyítási alapod, nem? Tehát tudod, hogy milyen a jó, és emlékszel arra, hogy az milyen volt. Ez így van, ahogy mondod, és akkor az emberek nagy többsége velem együtt, mondhatom 1990-ig, nem is tudtam, mi az, hogy jó pálinka. Emlékszünk még arra, ebben a generációban, abban a generációban nőttünk fel, akik még a címke színe alapján különböztették meg, hogy ilyen pálinka, olyan pálinka, most nem is mondok tudatosan neveket, de annyit hadd mondjak így utólag, hogy azoknak semmi közük nem volt a pálinkához. Tehát ipari szeszből készült alapanyagok voltak, amelyeket aromával illatosítottak és kábították el a fogyasztókat azokkal az illatokkal, amik ezek rendelkeztek. Egy cseresznye például, ami nagyon divatos volt, soha életében cseresznye gyümölcsen nem találkozott. Ugyanúgy, mint a borászatnál, 90-es évektől azonban elkezdődött egy jelentős változás. És ez a mai napig tart. A borászok előbbre tartanak ebben a szakmai fejlődésben, de a pálinkás szektor is nagyon sokat lépett előre, és köszönhető ez annak többek közt, hogy 2004-től a pálinka hungarikum. Tehát nemzeti értékünk egyik tagja. Nagyon fontos lépés volt ez, hisz ezzel deklaráltuk, és az Unió is elfogadta, hogy
pálinka csak Magyarországon, illetőleg Ausztria egyes tartományaiban készülhet a világon, Európában, és ez nagyon fontos lépés volt. A következő fontos lépés az 2008 volt, amikor pálinka törvény született Magyarországon. Ez konkrétan meghatározza lépésről lépésre, hogy mit hívhatunk pálinkának, ennek milyen feltételei vannak. Azért egyet hagyd mondjak, ami talán a legfontosabb, hogy egyetlen olyan égethez szeszes ital a világon, amely gyümösből készül. Tehát ilyen nincs több. A mi pálinkánk az almából, körtéből, szilvából, mondjuk a viszki pedig gabonából készül. Ez óriási különbség. És ezek a törvényi keretek, plusz a kedvező vállalkozói feltételek, azért meg kell mondanom, mert 2006 és 2010 között a jövedéki adómentesség 4 év alatt nagyon kedvező feltételeket teremtett a vállalkozások fejlődésének. Ez egy lökést adott az országnak, és mi ebbe bekapcsolódtunk családi szinten, és egy olyan üzemet hoztunk létre a nullából, mondhatom, amely ma a legkorszerűbbek közé tartozik. De csak beszéljünk róla, van néhány képünk, fotónk is a helyszínről, közben az illusztrációként mutassuk meg, mert könnyen mondhatják a kedves nézőink, hogy hiszem, ha látom. Hát például itt van ugye a berendezés egy része. Én említettem ezt a bizonyos Müller céget. Ugye ez egy nagyon modern, mondhatjuk azt, hogy a 21. század legmodernebb berendezése? Igen, a kategóriájában ez a legmodernebb gépek közé tartozik, hisz olyan műszaki megoldásokat tartalmaz, amelyek a mai napig a cég műszaki szabadalmát jelentik. Most szakmailag nem akarok ebbe belemenni, mert hát a kedves nézőknek nagy részét nem értenék meg, de a lényeg, hogy minden innovációs cselekedete a német gyártócégnek a minőség szempontjából történik. Ebben a gépben, ahogy a képen is lehetett látni, a pálinkával érintkező részek a mai napig is vörös részből készülnek. Tehát amit megőriztek a 150-200 éves pálinka gyártási múltból, az ez a rész, a vörös rész. Ugyanis a vörös rész a katalizátor szerepet játszik a pálinka íz aromazamat képződésénél, és a mai napig ez semmilyen más anyaggal pótolni nem lehetett. A másik dolog, ami nagyon fontos, hogy a pálinka párlási folyamata az mindenhol ugyanaz, Argentinától, Ausztrálián át, Magyarországon át, mindenhol az kémiai, fizikai törvényeken alapszik. Ez egy hőmérséklet függő, hosszú folyamat. Ennek az eleje és a vége az nem kívánatos a pálinka szempontjából. Ezt hívják szaknyelven elválasztásnak. Meg az első rozsdás fél decinek igen, szokták igen, mondani, ugye humor, igen. Kabaré jelenetekben, igen. Hogy azt ne ígyuk meg igen. Az első rozsdás fél decit, borítsuk ki. Igen. Most ennek az elválasztásnak azért a mérnöki pontosággal való kivitelezése az nem kis feladat. És itt a mi esetünkben vannak olyan műszerek, beépített paraméterek a rendszerbe, amelynek segítségével megkönnyítik a dolgozóknak ezt a tevékenységet. És hangsúlyozom, ami nagyon fontos, hogy minden szakmai döntés az illat alapján történik. Tehát ezt meg kell tanulni, ezt el kell sajátítani, rá kell jönni arra, hogy az első rész, az úgynevezett előpárlat, az milyen illatanyagokat, aromákat tartalmaz, mikor változik meg ez az összetevői konstrukció, és mikor kezdődik majd a középpárlat, ami már az etanol, az etilalkohol, ami tulajdonképpen a pálinkának a gerince. De a befejező szakasz, bocsáss meg, most mondok, még fejezd be, és aztán hadd kérdezzek én is közben. A befejező szakasz az elválasztás szempontjából ugyanilyen fontos, amikor észre kell azt venni, hogy mikor ér véget a jó minőségi pálinkának a folyamata, és mikor kezdődik, hogy ez egy savanyú vizes elváltozás, és abban a pillanatban befejeztük a párlást, és a következő feladatokra, műletekre koncentrálunk. No, csak azt szerettem volna megkérdezni, mert ez így elmondva, ez így ugye számunkra olyan hát értetetlenül hangzik, tehát jó dolog, mert látjuk a berendezést, de ha valaki mondjuk kíváncsi rá, akkor ezt végig is lehet nézni, tehát hogy fogadtok mondjuk embereket, akik bemehetnek az üzembe, megnézhetik, hiszen egy nagyon szép környezetben található ez a kifőzde. Ráadásul utána majd még a nagyon környezetbarát technológiákról is szeretnélek kérdezni, úgyhogy ezt is talán beszéljük meg. Szóval fogadtok-e látogatókat, érdeklőket? Igen, fogadunk, röviden azt tudom mondani. A pálinka gyártás egy komplex folyamat. Rengeteg apró tényezőből tevődik össze, és hogyha valaki ezeket mind szakmailag precízen oldja meg, akkor egy kiváló minőségű késztermékhez fog majd jutni a végén. És a legelső lépésnél mi
az üzemi higiéniát és a környezetnek a rendbetételét tartjuk. Ugyanígy fontosnak tartjuk egyébként, hogy hogy néznek ki a berendezések kívülről, belülről, hogy néz ki maga a létesítmény, és ezt nem titkoljuk, ezt bárki bármikor megtekintheti. Mi minden alkalommal a kedves vendégektől megkérdezzük azt, hogy szeretne itt maradni, végignézheti, bármilyen kérdést feltehet, konzultálunk, segítséget nyújtunk. Azonban el kell mondanom, hogy jelentős változás van a korábbi időszakhoz képest. Ma már nem az a jellemző, hogy az emberek ott maradnak és órákat töltenek el és beszélgetnek közben. Vagy éjszakát. Vagy ugye? Éjszakát jobb esetekben. Ma már inkább a nyugdíjasok, idősebb korosztály, akik erre időt szánnak. A nagy többség azt mondja, hogy majd visszajövök és telefonon értesítjek őket, hogy mikor jöjjön vissza, és amikor elkészült a pálinkája, viheti. A lényeg, hogy mi bárkit szívesen fogadunk bármikor, és törekszünk is arra, hogy azt a szemléletet, azt a szakmai tudást, amelyel mi rendelkezünk, azt a tapasztalatot, amelyet megszereztünk, továbbítsuk. Ugyanis elég sok olyan berögződött régi hiedelem van ebben a szakmában, amelyek ma már nem igazak. És ezeken túl kell lépni, és ezt reméljük, hogy akik nálunk megfordulnak és velünk beszélgetnek, el is hiszik, és utána rájönnek arra, hogy mennyire igazunk van. Csak néhányat szabad megemlíteni, hogy ami most, miután a szilva szezon kellős közepén vagyunk. A szilvát ma már a szefrézésnél mindenkinek magoznia kellene. Sokan nem teszik meg? Nem teszik meg. Épp ezt akartam egyébként megkérdezni, hogy milyenek vagyunk mi, akik oda visszük azt a nyersanyagot, amiből aztán azt várjuk, hogy csodát tegyetek. Szóval mennyire értünk hozzá, mennyire fogadjuk meg a tanácsatokat, például azt, hogy magozzuk ki a szilvát, vagy mondjuk mossuk meg a gyümölcsöt, vagy ne tegyünk bele olyan részt a gyümölcsből, amely hibás. Csodát tenni nem tudunk, nem tudunk. Most nem akarok én se viccelődni, de engedd meg, hogy elmondjam azt, hogy hozott anyagból dolgozunk mind a fodrászok. Mind a ketten hiába mondanánk a fodrászunknak, hogy milyen frizurát kérünk, mosolyogna rajtunk. Tehát aki hozza a cefrét, akkor már döntően eldőlt a pálinka minősége is és a mennyisége is. Az átvételnél mi már kötelezően, meg minden bérfőzőnek, kereskedelmi főzőnek kötelezően minősítenie kell azt az anyagot, ami odaérkezik, és sokszor látjuk már a hibákat az első pillanatban. Például azt, hogy a cefre gyümölcs darabokat tartalmaz, akár almát, akár körtét. Egészben, félbevágva, negyedbevágva. Tehát itt az a szakmai tanácsunk, hogy minél jobban pépesíteni kell, és minél jobban meg kell aprítani azt a gyümölcsöt. A következő a magozás, az ember egyből észreveszi, amikor kicsit megkevergeti a cefrét. Szóval minden csonthias gyümölcsből ma már ki kellene szedni a magot, és a legelején a cefrézésnek, ugyanis a mag rendkívül sok káros anyagot tartalmaz, és itt elsősorban az amigdalira kell felhívni a figyelmet. Hidrogén-cianid képződik, ami magyarul ciánt jelent, aminek egy felső értéke ma már törvényileg szabályozott. Tehát ezt vizsgálni is kell minden főzdénél, hogy negatív a gyors teszt, illetőleg nehogy Isten pozitív. A következő, hogy ne adj Isten az illatában olyan anyagokat veszünk észre, hogy penészes, dohos, ezek nagyon nagy gondot jelentenek. Ekkor mondjátok is egyébként, hogy ezt nem kellene kifőzetni? Igen, ez át fog menni a pálinkába, arra felhívjuk a tisztelt főzetőnek a figyelmét, és ez sajnos jelentkezik majd a minőség tekintetében. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, lejárt az időnk, bár most jönne a kóstolás, de az most akkor ebben a műsorban elmarad, már csak azért is, mert a törvény is tiltja, tehát nem tehetnénk meg. Köszönöm szépen, megint egy kicsit bölcsebbek lettünk, tanulunk mindig, de a legjobb az, amikor kimegyünk egy ilyen helyszínre, és ott személyesen győződünk meg mindenről. Jó munkát kívánok a család minden tagjának, köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Áldásos munkátokat. Mi pedig, kedves nézők, nem maradt más hátra, mint hogy kollégáim nevében is elköszönjünk önöktől. Legyen béke a mi életünkben, és bánjunk továbbra is jól az idővel, meg a szeretettel. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.